Köszöntöm Pólovics Tamás, akit nem kell bemutatni önöknek, hiszen azért jöttek el, mert ismerik, szeretik őt. Köszöntöm Bene Zoltán bírót, novellákat, regényeket írt Szegedről. És köszöntök mindenkit, aki ma megjelent. Engem Vágvölgyi Zoltánnak hívnak, és itt a Városi Könyvtárban vagyok könyvtáros. És beszélgetni fogunk. Beszélgetni fogunk egy kötetről, egy vékonyabb, de annál értékesebb, érdekesebb kötetről. Erről a kötetről, aminek már a meghívóban látták is a borítóját. És hát én hadd mondjam el azt, hogy hogyan ismertem meg Tamást. Ő rendszeresen szokott itt verset mondani. És egyszer, amikor mentem volna haza, hallom, hogy valaki verset mond. És megütötte a fülem, hogy természetesen mondja. Olyan emberien és olyan markánsan, férfiasan. Ahhoz voltam szokva, hogy sokan olyan pátosszal kiabálnak egy-egy megemlékezésen, de akár még nem csak szabadtéren, hanem még ilyen belső, beltéren is, és az idegen volt tőle mindig. Őtőle is úgy látom, és úgy láttam, hogy idegen ez a színészkedős, patetikus hangvétel, és rögtön a szívembe zártam, és aztán levelet írtam meg, és utána elkezdtünk ismerkedni és barátkozni, és elkezdtem ismerkedni az ő verseivel is. Akkor én most leülök, és ilyenkor az első kérdés az szokott lenni, de szerintem majd önök is kérdezhetnek, hogyha valakibe felmerül kérdés, hogy Tamás, hogy jöttél el, hogy te verset írjál? Mert verset mondani azt mindenki hallott, vers író oldalakról azonban kevesen is. Általános iskolás voltam, és a elsős gimnazisták két lány szembe jártak angol órára a Buckunor tanárhoz, aki egy diák színpadot vezetett akkor Tiszaföldváron. Eléggé ismert személyiség volt a diák színpadok világában, és tetszettek a lányok nekem. Előtte is írogattam ilyen kis fűszóverseket az iskolában, de a tanárnénihez, a Hunornak a feleségéhez jártak angol órán. És akkor én gyorsan írtam két verset, és átvittem a szomszédba megmutatni a tanár úrnak a verseket, közben a másik szobában nézegettem, hogy mi történik az angol órán. Így kezdődött. Előtte is írogattam, de erre emlékszem, hogy akkor verset akartam írni mindenáron. Utána mostanában kezembe került egy Nagy László kötet, ami valahogy lekeveredett az uszodába, az irodámban, ott van a úszókú öltözőjében, és bele van írva egy olyan két sor, hogy Pavlovics Tamásnak a iskolai, harmadik B-osztályos tanulónak a Hajnóci irodalmi pályázatra benyújtott verseiért. És azóta is keresem ezeket a verseket, meg levelezek a gimnáziummal, de nincsenek meg. Utána meg leírtam néhány verset, Tiszaföldváron olvasgattam, télen sok munka volt, nyáron sok munka volt, üzemelt a strand, az télen bezárt, és akkor olvasgattam, nem mentem mindig kocsmába, és könyvtárba mentem sokszor helyette, és le is írtam, elküldtem a újíráshoz, a kortárshoz, válaszoltak, hogy írjak még, küldjek még. Utána abba maradt. Aztán eltelt néhány év, megint letudtam én néhányat, itt van olyan vers benne, vagy írásnak is nevezhetnék, amíg azt nem biztos, hogy mindig versnek merném nevezni, amit azt hiszem 79-ben vagy 75-ben írtam.
és aztán telt múlt az idő, voltak kisebb-nagyobb szünetek, akár évekre is abban maradt az írás, és a jó sorsunk úgy hozta, hogy ide kerültünk Szentesre. 95. szeptember 9-én kezdtem az első óvodásokkal foglalkozni hétfői napon, és igazából itt lett olyan közeg, ami arra késztetett, hogy verset mondjak és verset írjak. Itt nagyon nagy köszönettel tartozom a Rudi Gyula barátoknak, mert az Mészáros Zoli barátom mondja, hogy nem normális dolog az, hogy két középkorú vagy három középkorú férfi összebeszél, hogy elmennek mind szemszer sült halat enni, és akkor teljesen véletlenül mindegyiküknél van egy verses kötet. Nálam egy Adi kötet volt, a Mihály Bélánál azt hiszem Babics, és akkor amikor másodszor mentünk, akkor megalapítottuk a Rudi Gyula baráti kört, ennek most már lassan 10 éve lesz majd, és akkor azzal is zaklattam őket, hogy néha elmondtam nekik egy-két saját írásomat másoknak is, és sokáig nem gondoltam én arra, hogy ez egy kis karcsú kötetecskében megjelenjük. Aztán itt jött az a könyvbemutató, amire a Vágvölgyi Zoltán meghívott, és felolvastam szentesi íróköltőnek a műveit, és mondtam a Zoligának, hogy én is szoktam írogatni olykor-olykor, küldjem el, elküldtem. Megint küldtem, miért nem jelentetett meg? Mondom, sok macere van abban, meg ez úgy szokott lenni, hogy olvasok egy kis Babics Mihályt, meg Kosztolányit, és aztán elmegy a kedvem attól, hogy én leírom, amit ők már nem akárhogy megírtak. De aztán úgy voltam vele, hogy ezt én így látom, meg némelyik nem annyira rossz. Úgy szoktam megfogalmazni, hogy leírom, és akkor a délelőtti józanító fényben akkor rádöbbenek, hogy hát talán hagyjuk ezt másra, aki jobban ért hozzá. Schuster maradjon a kaptafánál, az úszvedző a medence partján, és aztán megint neki lendültem, és ebben a kis karcsú füzetecskében van 8-10 vers, ami talán már önmagában is megáll, és néha úgy látom, hogy nem annyira rossz, meg erről a kisvárosról beszél. Bene Zoltánnak is nagy köszönettel tartozom, mert ő zsűrizett egyszer egy versmondó versenyen Szegeden egy 6 éve, 7 éve, és utána fel, hogy Bene Zoltán író. Fogalmam nem volt, hogy Bene Zoltán 7 éve, meg író, meg nem ismertem előtte. Hamar kiderült, hogy nagyon jó író, meg is hívtam író-olvasó találkozóra, volt is itt nálunk, bizonyára sokan emlékeznek rá, utána volt itt a Tisza tájesten, sokan olvasták a novelláit, könyveit, és akkor elküldtem neki, vettem a bátorságot, mert nagyon gátlásos fiatalember voltam később is, még maradt a gátlásaim. Emlék, hagyjáljak már fel úgy, mert jobban esik a vállamat, mert ülve kezdtem el, bocsánatot kérek. És például a nyomdászínosként kezdtem, mint Martvén szokták mondani, egyetemi nyomdába Pesten, és a Mártírok útján Budán ment a túlsó oldalon, mert Nagy László. Nem lehetett összetéveszteni a reneszánsz fejét, nagy fehér haja volt, és oda menjek hozzá, vagy ne menjek, kérek tőle egy kötetet, meg megmutatom, hogy én miket írtam meg, hát ha dedikálja, de nem mertem oda menni Nagy Lászlóhoz, a költő fejedelemhez. Mondhatjuk ma már nyugodtan, és utána egy festő barátom mondta, hogy nyugodtan oda mertél volna, lehív egy boros pincébe, és ott vagy a széldélőt, ilyen ember volt. És Bene Zoltánnal szemben már levetkőztem a gátlásaim, és elküldtem hozzá a verseimet, és azt mondta, hogy nem olyan rosszak ezek, ő olvasott már komoly napokban sokkal gyengébbeket. Szó szerint valami ilyet mondott, és akkor így kerekedett tovább a történet. És még azt fűzném hozzá, hogy
ehhez kellett ez a kisváros. Valahogy úgy fogalmaztam az előbb, hogy egy Győr vagy egy Székesfehérvár az nekem nagy lett volna. Tiszaföldvár meg kicsi volt, most nem bántani akarok senkit, de ez a város az, ahol van egy olyan közösség, ami amikor egy kiállítás megnyitóra eljönnek 60-70-en, egy zenei bemutatóra megtelik a református templom. Én voltam más helyeken is, és igenis itt egy pösgés van. Ahogy szokták fogalmazni, ez egy élhető kisváros. Itt ennek minden előnyével. Nem tudom, hogy mondtam. És akkor belevágnék a közepébe, és föl is olvasnék egy kis szösszenetemet. Amit a Krúdi barátoknak írtam. Meg kell keresnem, mert másod még olvasgattam. Tolik a segítség, hogy színes. No, majd ha megtam, akkor el fogom olvasni, addig kérdezhetek. Az előbb is olvasom. Annyit szeretnék hozzáfűzni ehhez a kisvárossághoz és közösséghez, hogy hát nem tudom hányan vagyunk, szerintem rengetegen. És azt hiszem, hogy a most 2013-ban bárhol az országban, bármilyen irodalmi eseményre biztos vagyok benne, hogy ha fele ember ellátogat, fele ilyen számban ellátogatnak, akkor ott már nagyon-nagyon elégedettek a szervezők, és nagyon-nagyon elégedett a szerző is. Tehát, hogyha a fő sodorba tartozó író, költő, irodalmára vendég, mondjuk Budapesten a bárban, akkor sem szokott összegyűlni 40-50 embernél több, de az is csak ritkán. Úgyhogy szerintem ez messze menőleg alátámasztja azt, amit Tamás mond, és hát ez tényleg szintelenkező látvány, ilyen sok embert látni egy ilyen hiába valóságon, mint a költészetnek. Nem lehet se jól lakni, se egyéb haszna nincsen, a hitelünket se törveszti, és mégis ilyen sokan vagyunk. Ez egy nagyon jó. És erre azt gondolom, büszke kell, hogy legyen szentes városa, hogy ennyi embert megmozgat a költészet. Nem hiszem, hogy sok hely van, ahol ennyi embert ma Magyarországon, meg egész Európában. Búcsúzás! Ha vége lesz a hosszú télnek, zöld márciusi szélben díszbe öltözöm, kiszáradt lelkem borral öntözöm. Más vidékre, végtelen mezőkre költözöm, de őszi estéken a Krúdi barátok poharából égig száll az ég. Vidáman őrzik emlékem az őszülő kórhely legények, földhöz csapott poharok kacaja, harsányan csapódik az ég. És akkor egy négy soros, ami szentesült. Négy soros. Szeretem a párás hajnalokat, a kurca vízén csillámlik a fény, a platánfák már 200 évesek. Magad vagy, ez most csak neked szép. És ezek a platánfák tényleg majdnem 200 évesek, ha 127 éves, akkor is 200 évesnek mondhatjuk. És írok egy olyan ciklusról, hogy a platánfák, amikor még cserjék, beszélgetnek klakkatábornokkal. Mert beszélgethettek klakkatábornokkal. Mert úgy tudjuk, illetve jól tudjuk, hogy klakkatábornok hazajött, és a Magyar Honvéd körbejárta az országot, és volt szentesen is, tudomásom szerint, és akkor
engedjék meg, hogy egy verset, az a cím, hogy Szentes városában. Ez inkább próza vers, gondolataimat lejegyeztem. Szentes városában szép a júliusi pirkadat is. Szétfoszlik a sóvárgó esőszagú éj, a Szent Anna templom tornya az első sugártól fölragyog. A platánfák köpenyegén átzóg a fény, és fölszikrázik a kurca vizé. Szép a délutánban aranyszálakat szövő szeptember is, lassúdan lépked a liget fája alatt, a fahídon átszökken, és a túlsó parton a citrusok alatt egy padon megpihen. Szép az októberi alkonyat is, a bíbor ragyogás sötét pársonyba olvad, fölöttünk dargak kurrognak, búcsút int a lenyugvó nap, Szentes szép városában legszebb a november este, a Kálvária temetőre hideg harmatot permetez le, a sírokon az emlékezés gyertyái kigyúrnak, kéken dideregnek a messzi csillagok, veled vannak, akik nincsenek már, veled vannak az angyalok. Humánumban a verseibe, ahogy én megismerkedtem Tamás írásaival, és örömömre szolgált, mert sok mai versben, és nem csak versben, nagyon sok trágárság van, ezzel próbálnak hatást gyakorolni olvasókra, azok, akiknek nincs mondani valójuk, de Tamásnak van mondani valója. És nagyon sok dologról ír, édesapjához is komoly kapcsolat fűzte, tudná-e erről mondani nekünk valamit? És azután van két olyan vers, ami különösen megragadja az embert, hogyha olvassa, hát még hogyha a szerző előadásába hallja. Ez a két vers, ez a 78 karácsonya, és az emlékezés a másik. Tudnál, ha kikeresem, addig lesz édesem. Azt tudni kell, hogy van egy olyan vers is, amikor olyasmit írtam, nagyon sokan fogják, nagyon sokan fiatalabbak nálam, vagy velem egykorúak, rögtön érteni fogják ezt a mondatot, hogy asszonynak szülni kötelesség, leánynak szülni dicsőség. Na most ezért lettem én, mert édesanyám 41 éves volt, ő 13-as születésű, édesapám pedig 900-as születésű, 54 éves volt, tehát 54-ben születtem, és ők elég idősek voltak, és apám tulajdonképpen már olyan volt, mintha nagyapám lett volna. És ő a háború előtt egy magas állású pénzügyőr, finánc volt magyarul, a háború után pedig bélistára, ezt is mindenki tudja, hogy miről nagyon sokan átélték ezt, és 57-től pedig gépkocsi kísérő volt, és takarító volt egy gyárban. Most ezt ő csodálatos, most már úgy látom, hogy csodálatos humorral és mély humánummal élte meg, hogy egy úgynevezett államapparátus volt, mert mondhatjuk úgy, hogy egy magas állású hivatalnok, vagy közhivatalnok egy gyáron lett udvaros, illetve takarító. Ezért vették fel a bátyámat egyetemre annak idején, mert a pártitkár javaslom, és Illés bácsi nyugodjon meg, felvették a fiát, mert elintézik, ennyi a történet. Tehát, és tulajdonképpen ő a szemem előtt roppant, összement tönkre, mert 63-64 évesen még tartotta magát, emlékszem, hogy a érettségi találkozókra, hogy készült, hogy ment el. Olyan régi fényképeket egyszer összegyűjtöm, azt is ki lehetne, hogy egyszer adni ilyen régi fényképeket családokról. Nagyon sok közös élmény van, hogy
a régi apány nemzedéke. Most sírunk, hogy aj, de borzasztó, nehéz meg, hogy mennyibe kerül egy tank benzin. De apáink nemzedéke, nagyanyáink nem, átért két nagy háborút, három forradalmat, nem tudjuk, hogy mit értek még át, és micsoda tartás volt bennük. Hogy a érettségiképpen a 65-70 éves öreg urak így állt. És ő volt az, aki 65 évesen megtanított fekvőtáv, megtanított, hogy milyen a 11 éves fiúnak, hogy milyen a fekvőtávhoz. De inkább nagyapa volt már, meg utána elég súlyos beteg volt elég sokáig, és sokszor bizony nem úgy viselkedtem vele, ahogy egy fiúnak én. Ezt el kell mondanom. És borzasztóan szeretett horgászni, a Tisza part volt neki minden. És karácsonykor halt meg. Ez egy 78 karácsonya című versben erről írok néhány sort. Elkoptak a szavak, csak félbehagyott mozdulatok vannak, már fényt sereztünk. Elment édesapád. Hallgatod sárga göröngyök tompa koppanását, nézed a varjak kavargó kósza vonulását, és állsz a többiek közt magad, talpig feketében. Elmúlt a január talán, a szolnoki hídon mentél, a nyomdából lejárt a délelőtti műszak. Kabátod hajtókájáról levetted a gyászszalagot. A Tisza vize vitte tovább, sodorta magával. Ott és akkor sírattad őt, aki elment. A fagyos fémkorlátra dőlve elsirattad a nyári hajnalokat. Amikor úszott a nap föl a Tiszán, apád föltűzte a horgot, és te kérdezte, dobhatom már, édesapám? Emlékezés. Mindenki átéri azt már a mi generációnkból, hogy a szerettei elmennek. És utána egyedül marad, az már nem jön, amikor a családban ő a legidősebb, de bizonyos bölcsességet is sugall ez, és azt az életérzést is, amit egy másik dologban írok meg, hogy nincs időnk. Sokan ráébredünk arra, hogy nincs időnk rossznak lenni. Nincs időnk haragot őrizgetni a másik iránt. Meg kell bocsátani azt is, amikor tényleg megbántottak bennünket, azt is meg kell bocsátani, amikor csak úgy hiszük, hogy megsértettek, vagy megbántottak bennünket. Majd azt még szeretném elolvasni. Ez az emlékezés. Jött a reggel, és már délután van. 58 éves elmúlt a szeptember havában. A régi ház esőcsatornáját vadszöllő futotta be, a diófa öregebb nálam, kígyózó koronája vigyázza még kertemet. Gábor bátyám miért nem ír már több levelet? A nővérem sem telefonál. Hiába próbálom éberen érteni álmaim. Összekuszálódott színes képeket. Sok áttetsző, pihekönnyű fonál. Apám már régen elment, nagyanyám is. Hűvös öreg kezével sokszor simított a forró fejemet. Mikor anyám búcsúzott, vele voltam, torkomon bánakült, fuldokoltam, kezemmel kezét fogtam, féltem, fuldokoltam és viszonyogtam. De most már jó, nagyon jó, hogy ott akkor vele voltam, hogy ott akkor vele voltam. Tamás, mielőtt felolvasnád, amit említettél, hogy még szeretnél felolvasni, én két dolgot szeretnék kérdezni. Az egyik az pontosan a felolvasáshoz, illetve a versmondáshoz kapcsolódik. A
versmondó, amikor saját verset mondom, akkor mennyiben közelít máshogy a vershez, illetve mennyiben tud egyáltalán hozzá közelíteni. Általános tapasztalat, legalábbis szerintem, amikor költőt hallok saját verset mondani, többnyire rosszabb gondolja, mint hogyha más mondja azt a verset. Ez az egyik kérdésem. A másik kérdés az pedig a versmondásról, inkább a versírásra térne át. Jelesül egészen pontosan erre a kötetre. Ugye az látható, hogy a kötetnek van egy íve, tehát megmutatja a 70-es évek, vagy felvillantja a 70-es évekbeli Paul Ludwig Tamást is, és eljut egészen 2013-ig. Mi volt az a rosta? Milyen rostát használtál? Mennyi maradt fönt, és mennyi hullott alá, amikor ezt a kötetet összeállítottam? Hát például olyat kihagytam, hogy Márványszobrok szemében könyv harmad lezen. Túlzottan, amit úgy éreztem, hogy érzelgős, akkor van egy olyan a Álmai városa, a bátyámról, akiről olvastam az előbb pár sort, ő Kaliforniában él, és kint voltam nála 1981-ben San Franciscóban, az nagy dolog volt akkor. És írtam egy olyat, hogy San Francisco álmai városa, nem látlak többé már soha, az írdatlan gép száll velem oda-vissza, a letűnt nap vérnarancsak, vagy a tűnő nap a hidat bearanyozza, San Francisco álmai városa, nem látlak többé már soha, és akkor itt ez úgy jelent meg, hogy San Francisco álmai városa, nem látlak többé már. Tehát a sohát, az mind a két, első két sor és a második két sor végén is elhagytam, mert úgy éreztem, hogy az túlzó, az már érzelgősé válik, nem látlak többé már soha. Az már sok lett volna. Ez az utolsó utáni változatban kerül ilyen soha. Igen, mert akkor telefonálgattam, hogy azt hagyjuk már el, nem kell oda. Így volt. És a versmondás? Szereted a saját versmondást? Nem, felolvasom, meg nem tudom. Tehát te is úgy érzed, hogy másképp, nyilván másképpen állsz hozzá. Hogy érzed? Mennyire tudod tolmácsolni a saját versedet? Saját? Az igazság, hogy Kosztolányit jobb mondani. Most befejtem is, hogy miért. Ő az, hát jó. Tehát azt nagyon jó mondani, mert ez egy nagyon jó vers. Ha józanul gondolkozunk, itt nem is mindegyik versecskét, vagy írás lehet versnek nevezni, ha nagyon kritikusak vagyunk magunkhoz. Mit nevezünk versnek? Hát azért ez messzire vezetne, hogy ebbe belemegyünk. Hát egyikbe leírtam, hogy legyen ritmusa, ríme, volt benne tavasz és ősz is, alma, virágos és ő is. Van egy ilyen. Tehát én inkább, ha kell a Babics-től mondok verset, József Attilától. Ennyi. Tehát ezt nehéz jobban megfogalmazni, legalábbis most hirtelen nem tudom, de biztos van ennek mélyebb oka is. Ők nagyon jó verset. Erre szeretném fölhívni a figyelmet mindenkinek, az, amit most hallottunk Horvis Tamást, ezek meg nem biztos, hogy olyanok, akiben a kételynek a szikrája nincsen meg, attól az embertől kell nagyon gondolkodni, és menekülni azonnal. Aki nem kételkedik abban, amit csinál, meg főleg abban, amit ő maga csinál, és nem kérdőjelezi meg annak az értékét, ott nagyon nagy bajok vannak, hogy őszinte legyek, nekem még néha Adi is egy kicsit ijesztő, amikor nagyon magabiztos, pedig hát ő neki van mire föl. És azt mondom, és amikor Tamással először találkoztunk, és akkor József Attila eszméletét mondtad először, és utána az alarusást, Radnóti alarusását, és ahogy a verset mondta Tamás, abból is ez az alázat kiérződött. Úgyhogy ezért is voltam, hogy éreztem megtiszteltetésnek azt, hogy részt vehettem ennek a kötetnek az életre
bábáskodásában, mert kevés ilyen hozzáállás van, teljesen függetlenül attól, hogy 20 évesen jelenik meg valakinek az első kötete, vagy 70 évesen, 20 évesen is vannak alázatos költők, és 70 évesen is vannak, akik biztos akarban csodálatos dolgokat művelnek, és fordítva is természetesen. Úgyhogy én ezt is megint csak ezt szeretném itt sokszor aláhúzni és kiemelni, és ilyen mottóként felmutatni önöknek, hogy igen, tehát ez a hozzáállás, ez az, ami rendkívül megható, és azt hiszem, hogy nem is nagyon érdemes másképpen hozzáállni a művészetekhez. Biztosra menni, meg pláne nem szabad, nem érdemes. Mielőtt még felolvasnám azt, amit ígérsz, hogy felolvasol, még egyet a versírásra, illetve a kötettel kapcsolatban. Sokszor mondtad, hogy vékony füzetke, használtam ezt a fellengzős kifejezést az életműnek, mekkora része ez? Tehát mekkora a Pavlovics korpusz úgy teljes egészében? Hát, majd olvasok egy olyat is, amit azóta írtam. Erre akartam többek között kifuttatni a dolgot. Igen, meg nem akarok ijeszgetni senkit, de szoktam prózát írni. Nekem nagyon régóta ígérsz egyet, de azóta sem küldtem el, szerintem a Mihály Béla meg a Vészározani már olvasták is, ez a Lipót császár vadaskerte, egy történelmi regényből szemezgetek, és... De az egy más világ, az egy nagyon tisztelem a prózaírókat, mert az egy végtelen, kemény munka, következetesen minden nap neki kell ülni, mert másképp nem halad. Nem tudom. Géza mondta, hogy a költő mindig közelebb van az éghez. És hát igaza van. Ez nem Róza az ilyen sárba turkáló. Akkor a sok szomorúság és elmúlás után egy kis humort a hunorkóknak beleszövünk, ez itt a reklám helye. A hunorkóknak és a Kródi barátnak. Attila. Nem is tudom, hogy született ez a vers, hogy elképzeltem, hogy Attila, a hunok vezérlő fejedelme, megérkezik Szentesre, hű lovasai élén, és betér a Abonyi téren a Kálaboltba vásárolni, hogy kirabolja a bolt. Egy kicsit egy abszurd és egy szürrealista kép. Zoli barátom azt mondta, hogy a Tesco, a perel, akkor áll elébe, szóval. Attila. Attila, a hunok vezérlő fejedelme, áll a húsos pult előtt, az eladó lányok néki szolgálának. Attila, a hunok királya, vezérlő fejedelme, áll a boros palackok előtt, és mond acélos hangon görög rabszolgájának. Menj Zéte a kasszához, és fizes jó bizánci arannyal, római ezüsttel. Nem rabolá ki a boltot. Pedig az Aponyi téren és a Rákóczi utcán özönlik a hun lovassát. Kezükben kurta csákán, könnyű szabja, lobogós hadikopja, szélnél sebesebb nyilvesszők pihennek tegezükben. A Penny Market lángja már vörösen morajlik az égen. A Tesco fölött sűrű füstoszlop kergetődzik a felhőkkel. Attila, a hunok királya, vezérlő fejedelme, a világura, áll a kenyeres kosarak előtt, és az eladó lányok néki szolgálának. Összevonja roppant szemöldökét és mond, Csaba fia, ezeket a jó szentesi polgárokat meghagyjuk vagyonukba. Miért, atyám uram? Mert a boltjuk neve Hunorko. Rollunk nevezték el. És ezt a barátom nagyapját nem szeretnéd elolvasni. A másik lesz, és a Tamás, a lecsó.